megtisztelnének, ha csatlakoznának. Sziasztok fiúk, lányok! Üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. A mai videónk különleges videó, nagyon izgatott vagyok, mert hogy két csomagom is jött a Sukics kiadótól, méghozzá Star Wars könyvekkel, úgyhogy bocsunk. Na, kezdjük a kisebbel. Azt mondja, hogy szerintem így látjátok ti is. Összesen 8 könyvet, 8 kiadványt rendeltem most a kiadótól, úgyhogy bővítjük a gyűjteményt. Ezek között igazából nagy részt az újabb könyvek vannak. Egyébként nem is olyan régen rendeltem meg, itt mutatom közben, a... Hoppá. Sötét látomásokat, ez egy ilyen Vader antológia kötet, amiből majd hamarosan csinálok nektek egy videót, mert azzal már kész vagyok. És egyébként éppen olvasom a Dooku, az Elveszett Jedi című könyvet, ami Kevin Scottnak egy hangos könyve alapján készült átirat, ami ilyen sikeres lett, hogy utána ilyen írott formában is kiadták, és végül is ezt az írott formát utána itthon nálunk is kiadták Magyarországon, szóval nagyon klassz. Na de bontsunk! Hűha, mik vannak itt? Hát ez itt E.K. Johnstontól a Királynő árnyéka. Nem is gondoltam, hogy ilyen vékony ez a kötet. Remélem így jól látszódik. Klassz, nagyon jól néz ki. Meg is mutatom nektek. Borító. Hátlap. Hát igazából képek nincsenek benne. Nem is azért vesszük, de egyébként például a kemény táblás kiadások, most például nem hoztam ide egyet se, azokban például vannak a képek. Oké. Okay. Tehát akkor az első csomagban a Királynő árnyéka van benne, sötét tanítvány, na mindegy. Tehát a Királynő árnyéka, nézzük meg, hogy ez pontosan miről is szól. Felolvasom nektek a szinopszist, jó? Azt mondja, miután lezárul a kereskedelmi szövetséggel folytatott háború, Padmé Amidala királynő lemond a Naboo trónjáról, bár az uralkodás terhét levetette, a forrongó galaxisban ő sem lel nyugalmat. Padmé az új királynő kérésére szenátorként folytatja népe szolgálatát, ám a Coruscanton zajló politikai csatározások és ármánykodás alaposan próbára teszi a galaktikus szenátus fiatal tagját. Legjobb barátnője Sabé, egyébként őt Keira Knightley alakította Sabét a filmben, tehát a legjobb barátnője Sabé siet a segítségére, hűséges udvarhölgyének közreműködésével Padmé egy időben két helyen is jelen lehet, miközben a volt királynő a szenátusban küzd a köztársaságért. Sabé a Tatooine-ra indul egy különleges küldetésre, vajon az újdonsült szenátor képes lesz megvalósítani nemes terveit? Ehhez nem csak a rátermettségében kétkedő politikusokkal kell szembenéznie, hanem a galaxis békéjét fenyegető sötét erőkkel is. Izgalmasan hangzik a szinopszis, annak ellenére, hogy én elég rossz kritikákat hallottam erről a könyvről. Ugye már a legelején is igazából azt olvashatjuk benne, hogy azoknak a lányoknak, akiknek a nagy szívük mellett terveik is vannak minden helyzetre, kiváltképpen Emmának, akit mindkét tekintetben vezetett engem. Na szóval, hát hogy azoknak a lányoknak, nem, lehet, hogy nem ebbe a csoportba tartozok. Na mindegy, meglátjuk. Mert nem, tehát biztos, hogy nem ebbe a csoportba tartozok, csak hogy nem biztos, hogy nekem írták ezt a könyvet. De érdekes. Meglátjuk. Jó, menjünk tovább. Mi van még itt a dobozban? Hűha! A felkelés kora hősök. Ebből egyébként megrendeltem meg, itt is van már, csak nem vettem le most a polcról, ugyanennek a gonosztevők verziója már megvan. Ugye mind a köztársaság kora, a felkelés kora és a végül az ellenállás korában ugye van egy kötet a hősökhöz, egy kötet pedig a gonosztevőkhöz, és
Ugye ez, ahogy már a korábbi videómban is elmondtam, a képregényekről általánosságban, ha még nem láttad, nézd meg. Ugye nálunk nem adják ki a képregényeket füzetes formában, csak kötetesben, és igazából általában egy ilyen kötet, amit itthon kiadnak, az 4-6 füzetből áll. Na most legjobb tudomásom szerint, de egyébként itt van ráírva, ez a kötet... Hol van? Nincs rajta. De ha belelapozunk, akkor rajta lesz, vagy benne lesz. Na. Tehát van egy Leia hercegnő történet, egy Han Solo történet, egy Lando Calrissian, egy Luke Skywalker, meg egy külön kiadás. És akkor ez összesen azt mondja, most mondtam el, mindegy, tehát 5 füzetből áll. De egyébként érdekesség, hogy ugye ez 4 hős konkrétan, és a külön szám az valójában igazából az egy füzet, de az megint több történetet tartalmaz. Tehát, hogy így végül is szerintem ez ilyen érdekes. Tehát, hogy ezek ilyen antológia történetek, tehát egy füzetes ilyen one-shotok, ahogy a korábbi videómban fogalmaztam, és ebből a külön szám, a külön kiadás, az még rövidebb történeteket tartalmaz, igazából ennyi a lényeg. Jó. Hát kíváncsian várom, pár oldalt azért mutatok belőle. De nem fogom véglapozni most az egészet, remélem, hogy nem lógok ki a képből. És akkor nézzük meg, hogy mi van még ebben a dobozban. Hát az előbb általam már említett 2 darab köztársaság kora képregény. Így néznek ki. Ugye az egyik a hősök, a másik pedig a gonosztevők, a light side és a dark side. Qui-Gon Jinn egy különös bolygóra utazik, ahol megkísérti a sötét oldal, vajon képes lesz-e a Jedi Mester ellenállni a delejes csábításnak? Yoda javaslatára Obi-Wan Kenobi magával viszi a fiatal padawanját egy veszélyes küldetésre, amelyre a fiú még nem áll készen. Anakin fontos csapást mér a szeparatista erőkre. Mestere mégis bizonytalan a jövőjét illetően. Padmé Amidala a titokban hagyja el a Coruscant bolygót, hogy rávegyen egy bolygórendszert a köztársasághoz való csatlakozásra, ám a diplomáciai tárgyalás élet-halál harcá fajul. Ez a kötet a köztársaság hőseinek kalandjait meséli el, olyan történeteket, amelyekben megmutatkozik a hősök valódi nagysága, bátorsága és álhatatossága. Hűha! Jól hangzik. Ebből őszintén mondom nektek az első Qui-Gon-os történetet, nem bocsánat, de azt is, de arra már nem emlékszem. Az Anakin-os történetet olvastam, és bementem egy Libri-be, és igazából fellapoztam. Amikor elolvastam az Anakin-os történetet benne, akkor így fú, annyira nekem egy Clone Wars epizód ugrott be róla, mert nagyon hozta ennek az érának a feelingjét. Szóval fergeteges volt, és amiatt azt mondtam, hogy ezeket biztos, hogy meg fogom venni mindet, pedig hát igazából nem csak, hogy a köteteket már írják mások, hanem még a füzeteket is. Akkor nézzük a köztársaság kora gonosztevők szinopszisát, jó? A sötét harag által tüzelt Darth Maul a Coruscanton rejtőzik, várva a megfelelő pillanatot, hogy lesújthasson a gyűlölt ellenségre. Dooku Gróf szövetséget köt Darth Sidious Sith mesterrel, miközben Grievous tábornok Jedikre vadászik egy távoli bolygón. A galaxis leghíresebb fejvadásza Jango Fett pedig, miután elmenekült a Kamino bolygóról, alámerül a bűnözők és gyilkosok világába, hogy fia Boba Fett megfelelő kiképzést kaphasson. Ez a kötet a köztársaság korának leghatalmasabb gonosztevőiről szól, olyan történeteket tár elénk, amelyekben megmutatkozik a szitek és csatlósaik valódi ereje, gátlástalansága és céltudatossága. Hát igen, tehát végül is elég nagy nevek vannak benne. Maga Dooku Grófhoz, tehát hogyha tényleg az van benne ebbe a kötetbe, amit most felolvastam, hogy hogyan válik Dooku Sith-té, hát akkor az nagyon klassz. Mault alapvetően nagyon szeretem. Tehát ő egy nagyon-nagyon jól megírt karakterré vált a Clone Wars által.
Érdekes lesz a kánonban látni Grievousnek ezt a fajta verzióját, mert hogy ezt a fajta megjelenését, hiszen a Gendy Tartovsky féle Clone Wars-ban láthattuk már őt ilyen Jedi vadászként, de Jango Fettről viszont nagyon kevés történetet olvastam, úgyhogy tényleg érdekes lesz ez a kötet is. Imádom a Star Wars képregényeket, szóval igazából nekem mind jó. Na, és akkor végül is, ahogy mondtam, kihagytam a felkelés kora hősöket, úgyhogy most ezt pótolom. Azt mondja, hogy Han Solo éppen átvette jól megszolgált jutalmát a felkelőktől, és készül visszatérni a csempész élethez, amikor új barátja egy utolsó szívességet kér tőle. Luke Skywalker a sötét oldal csábításával kényszerül szembenézni, amikor örökre megronthatja a fiatal ami örökre megronthatja a fiatal Jedi lelkét. Bocs. Na. Lando Calrissian egy nagy dobásra készül, hogy végre valahára megteremthesse magának azt az életet, amelyre mindig is vágyott. Leia hercegnő cselcő, hogy kiszabadíthassa szerelmét Jabba a Hutt fogságából. Annyira nem fogott meg a kötet. Igazából ez a kettő engem sokkal jobban megfog, de csak legyen már meg mind. Hát... ezzel a dobozzal igazából meg vagyunk. Jöjjön a nagyobb. Ez egy kicsit nagyobb. Izgulok. És akkor azt mondtam, hogy 8 kötetet rendeltem. 3 regényt, abból egy megvan, és 5 képregényt. Szóval ebben van még 2 regény, meg 2 képregény. Elméletileg. Jól számoltam? Meglátjuk. Szóval... ebben egyébként nem más lesz, mint ebben egy ilyen felzárkózó, vagy felzárkóztató kötet van nekem igazából, hiszen a Throne előző 2 könyve már nekem megvan, de a harmadik még nem, úgyhogy az ebben jön meg. Ezt olvastam, ezt meg még nem. Hát azért jóval vastagabb egyébként az első, szerintem 1/3 minimum. Hanem picit többel vastagabb ennek az új Canon Throne sztorinak az első kötet a másodikhoz képest. Na de nézzük a harmadikat majd. Okés. Hát persze, természetesen nem az van a legtetején, amiről beszéltem most nektek először, hanem a képregények. Hűha! Na. A képregények, amik ebben vannak, az a 2015-ben indult Star Wars képregény sorozat, tehát én nemes egyszerűséggel, csak Star Wars néven rá van keresztelve. A 9. és 10. kötete, az a 9., ez pedig a 10. Na ezzel kapcsolatban ne haragudjatok, nem fogom felolvasni a szinopszist, azért nem, mert nem tudom, hogy mi van benne, és ezzel kapcsolatban magamnak sem szeretnék semmit sem spoilerezni. Az fix, hogy a 8. kötetben, ugye a Monkala lázadásában, ott tart a történet, hogy megszerezték a lázadók maguknak, a Monkalamariknak a flottáját, és készülnek támadni a birodalom ellen, de el fogják árulni őket, mert Sutorun királynője, igazából Vader kémje. És ezért is nem akarom felolvasni a szinopszisukat, mert nehogy véletlen elszpoilerezzek magamnak belőle valamit. És egyébként ezekkel már vészesen közelítünk a sorozat végéhez. Ugye egyébként ez a 2015-ös Star Wars képregény sorozat tavaly a 75. számmal novemberben véget ért. A 9. kötet a 50-től 55. füzetig tartalmazza a sztorit, a 10. pedig az 56-tól 61-ig, tehát mind a kettő 5-5 füzetet tartalmaz. És hát ennek annyira nem számomra olyan semmilyen a borítója igazából, viszont ennek nagyon izgalmas, ez nekem nagyon tetszik. Jó, és egyébként az alcímeik mind a kettőnek, azt mondja, így megmutatom a hátulját is, az Múló remény és a szökés. Klassz. Elég sok minden jött. Na. És akkor végül is a Throne-t azt hagyjuk akkor utoljára.
És akkor jöjjön a Galaxis peremén a sors keze Zoraida Cordovától. Ennek utána néztem, ez engem nagyon érdekel ez a könyv, mert ez egy új sorozatnak, a Galaxis pereménnek, ugye ez a Galaxy's Edge angolul, annak az első kötete, és hamarosan meg fog jelenni a második kötete is, és egyelőre csak előrendelhető státuszban van, ugye, előrendelhető, nem. Tudjátok, na az a lényeg, hogy még nincs meg a pontos dátum, hogy mikor lesz kiadva, mert hogy egy előjegyezhető, igen, tehát előjegyezhető státuszban van, és én már természetesen előjegyeztem az új kötetre is, de jegyezzetek előtti is, mert ez a mostani válsághelyzet, hát pandémiás helyzet, ez most a magyar kiadókat is fenyegeti, és hát most nagyon nem jó nekik, és ebből kifolyólag, ugye mielőtt megjelentetnének egy könyvet, mindenképpen felmérik, hogy lesz-e rá igény, mert nem akarnak rajta bukni. Úgyhogy ti is, hogyha tehetitek, akkor a Szukics kiadó Star Wars könyveit a Szukics kiadótól rendeljétek meg, és hogyha tudjátok, hogy majd meg akarjátok venni, akkor mindenképpen jegyezzétek elő ezeket a köteteket, hogy megjelenhessenek. Jó? Erről a kötetről egyébként megmutatom a hátulját, és nem is egy vastag kötet, olyan Tarkin méretű szerintem az volt körülbelül ilyen vastag. Ennek a sztoriának utána néztem, két, ez egy szerintem ilyen szerelmes párról fog szólni, habár igazából nincs kimondva, hogy ők szerelmesek, csak barátok, de egy fiú és egy lány. Na most a párom ezzel kapcsolatban szoktam mondani, hogy jaj, attól, hogy fiú és lány nem feltétlenül kell, hogy összejöjjenek, de mindegy. Szóval Izzy és... bocsánat, lesek. Juice. Izzy és Juice, és Juice a fiú. A Batu bolygón élnek gyerekkorukban, és a lány Izzynek a szülei, Izzyvel együtt, elhagyják a bolygót, de meghalnak a szülei, és a csajszínak csempésznek kell állni, illetve csempésznek áll, és sok évvel később, miután már felnőttek mind a ketten, a csaj visszatér a bolygóra, ahol egyébként a srácból már farmer lett, és a Fekete orom kikötőben összefutnak. A csajszínek le kell szállítani egy csomagot, de aztán valami bonyodalom történik, és mind a kettőjüknek menekülnie kell, össze kell majd fognia. Nagyon érdekel ez a sztori, mert így maga a szinopszis alapján, meg ahogy utána néztem neki, engem Claudia Gray elveszett csillagok a történetére emlékeztet. Jó, és akkor, hát akkor ennyi volt, sziasztok, nem? Még a Throne kötet az itt van. Égni, Throne, árulás. Ahogy mondtam, én még nem olvastam a második kötetet, tehát igazából nekem hirtelen a harmadik kötet az olyan nem is mondott sokat, de elolvastam a szinopszisát, és ha jól emlékszem, mert pedig szerintem jól emlékszem, ebben jutunk el a történetben, galaktikus léptékben oda, hogy az uralkodó úgy dönt, hogy nem Throne TIE Defender programját, hanem a halálcsillag programot fogja 100%-ban támogatni, és mindemellett Eli Vanto, ugye akit még az első kötetben ismerhettünk meg, a Chiss flottához csatlakozván, amikor ideérünk a történetben, Throne-nal felveszi a kapcsolatot, és rossz hírekkel szolgál Throne szülőbolygójának a jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Kivágtam magam. Na, nem is biztos, hogy értelmes volt, na mindegy. Szóval, igen. És a lényeg az, hogy vagy a saját hazáját kell elárulnia, hogy a birodalommal maradjon, és hogy megtartsa a császárnak tett esküjét, vagy pedig a császárral kell szembeszállnia, a császárnak tett esküjét kell megszegnie, hogy segíthessen a szülővilágán. Úgyhogy érdekes. Hát, hogyha jól sejtem, én ebben általában nem szoktam rosszul tippelni, de most lehet, hogy azok, akik olvastak, hülyének fognak nézni, szerintem Throne valahogy megoldja, hogy mind a kettőt teljesíteni fogja. Nekem valami ilyesmi a gyanúm, hogy ezzel kapcsolatban. De egyébként én, amit nagyon várok a Throne sztorik kapcsán, az majd az új Throne Throne Ascendancy trilógia lesz, aminek az első kötetének már a borítója meg is jelent, ugye ez a Chaos Rising, vagy a Chaos ébredése.
a következő két ilyen bemutatós videó, az mindenképpen a Dooku, az elveszett Jedi, és a Vader sötét látomások lesz. Még a héten szerintem. De hogy ezek után azokból a kötetekből, amiket most bemutattam nektek, mármint hogy amiket most kibontottam nektek, írjátok le, hogy melyiket mutassam be majd azok után legközelebb, jó? Ez a videó ennyi lett volna már, de még mielőtt elmennél, írd le, hogy téged melyik kötet érdekel a legjobban. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!